Ezek a digitális műszerek pontosan mérik a páratartalmat, a hőmérsékletet, és azért jó, mert hogy pontosak. Ezek voltak a régi mérő berendezéseink, amelyek sajnos idővel elkopnak, lelassulnak, pontatlanul mérnek, úgyhogy már a mai világban ezeket használjuk. Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató boldogan ecsetelte, hogy milyen új eszközökkel bővülhet majd a Városi Múzeum a közeljövőben egy nyertes pályázatnak köszönhetően, amelyet a Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatására nyújtott be az intézmény még májusban. Így 3,7 millió forintot kapott a múzeum arra, hogy az állomány ezentúl sokkal modernebb technikákkal, sokkal biztonságosabban és a kor követelményeinek megfelelően tudják tárolni és rendszerezni. A múzeumnak az alapja a gyűjteménye, a gyűjteményezés, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között tároljuk ezeket a műtárgyakat, úgyhogy most egy nagy előrelépés fog következni a múzeumunk életében, mert hogy egy új raktári épületet, helyiséget tudunk szakszerűen felszereltséggel kialakítani, műszerekkel, savmentes környezettel, illetve hát megfelelő polcrendszerrel. Az említett új raktárépület az Aradi utcán található, ezt Makóváros önkormányzata ajánlotta fel a múzeum számára. Ide egy 1,5 millió forint értékű salgó polcrendszert fog beszerezni az intézmény, amit szintén a pályázati pénzből finanszíroznak. A tervek szerint jövő év januárjától el is kezdődhet a költözés. Az állomány darabjait a jövőben savmentes környezetben tárolják. A térképeket például az eddigi mappa helyett 2-5 fiókos szekrényben tudják majd elhelyezni, de többek között a Homonnai Nándor féle üvegnegatív gyűjteményt is ezentúl egyesével külön-külön kis savmentes tasakokban kezelik majd. A múzeum igazgató hozzátette, a mostani raktárépületben is történik majd korszerűsítés. Itt most bent vagyunk a néprajzi gyűjteményben, és látható, hogy elég gyenge a világítás. A világító testeket is ki tudjuk cserélni, és ledízzókkal fogjuk helyettesíteni. A műtárgy védelem, a műtárgyak körülményeit, ez is nagyon erősen fogja befolyásolni. Itt egy 30 darab ledízzó cseréjére fog sor kerülni, ami természetesen hozzájárul, hogy a feldolgozást könnyebben tudjuk véghez vinni, de a műtárgyvédelem is megvalósul. Szikszai Zsuzsanna hangsúlyozta, ez a fejlesztési lehetőség egy nagyon fontos mérföldkő a múzeum életében. Az intézmény nem csak színfoltja a település kultúrájának, de kiemelkedő egysége is. Itt törzik például a megye legnagyobb néprajzi állományát, amely jelenleg 29 000 darabból áll.